Anyák napi műsorra gyakorolnak a gyerekek a szekszárdi Wunderland óvodában. Az egész hetet áthatja az ünnepi alkalomra való készülődés. Verseket, dalokat tanulnak, nem csak magyarul, németül is. Már ma este is lesz két csoportnak anyák napi műsora, illetve a jövő hét folyamán minden csoportnak tartanak anyák napi műsorokat, illetve most van kialakulóban az anyák napi nyílt napoknak, a nyílt délelőttöknek a bevezetése, amikor az anyukáknak lehetősége van arra, hogy bejöjjenek anyák napi alkalmából az óvodába, és egy egész délelőttöt itt töltsenek, és a gyerekeikkel együtt készülődjenek, kézműveskedjenek, együtt legyenek. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapján. Látod, milyen tiszta! A Nagykonyi óvodában szintén énekkel, verssel és saját készítésű kézműves ajándékokkal is kedveskednek majd az anyukáknak a jeles nap alkalmából megrendezett ünnepségen. A hagyományoktól kicsit eltérően egy napot az anyukák is jelen lehetnek az óvodában, és együtt játszhatnak majd a gyerekeikkel. Nálunk az anyák napja az nem annyira kötött fehéringes, fekete nadrágos történet, inkább egy kellemes délután, süteménnyel, teával, közös játékkal. Lényeg az együttlét. Akár választhatnak évelő szekvit is, mert ezt teraszon is lehet tartani, vagy akár kertből is kiültethetni, mivel évről évre megújul, és ez is egy gyönyörű díszlet a kertünknek. Nagy Mátis Eszter elmondta, hogy a vásárlók nagy része egyre inkább azokat a cserepes, virágzó, illetve dísznövényeket veszi meg anyák napjára, amik hosszabb ideig lehetnek a kert vagy a lakás ékei. A jeles nap közelettével a kertészetekben és virágboltokban is megnövekszik a forgalom, sokan virággal fejezik ki szeretetüket a hozzátartozójuk felé. Vannak olyan növények, és vannak olyan emberek, akiknek nem adódik lehetőség arra, hogy kiültessék ezeket a növényeket, ezért olyan dísznövények megvásárlására is sor kerülhet, amit bent tarthatnak a lakásba. Legyen az egy szobarózsa, vagy akár olyan növényt lehet választani, amit a teraszunkat díszíti, egy akasztós muskátli, akasztós petúnia, vagy akár egy évelő szegfű. Az, hogy mennyit költenek egy anyák napi vásárlásra, igen széles skálán mozog. Van, aki egy szár rózsával köszönti édesanyját, viszont akad olyan is, aki komoly összeget áldoz virágvásárlásra ezen a jeles napon.